Egy jó könyv sok mindent felettethet velünk, de van olyan, hogy éppen elgondolkodtat, van olyan, hogy tanulunk belőle, van olyan, hogy szórakozunk mellette, van olyan, hogy egyszerűen csak megnyugszunk. Most is egy könyvről hallhatnak, akik velünk tartanak, mert hogy itt van velünk a Vörösmarty Mihály könyvtár munkatársa, Gombkötő Gina, akit nagy szeretettel köszöntök a stúdióban. Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát vannak időszakok, amikor az ember szinte vágyik arra, hogy elmerüljön egy hosszú és szerteágazó történetben. Ilyen például a nyári szabadság, amikor rengeteg időnk van. De ilyen, amikor hidegebbre fordul az idő, korábban sötétedik, és jól esik bekuckózni, nyakig elmerülni egy történetben. Ezúttal egy olyan regényt ajánlok, amiben úgy gondolom évszaktól függetlenül sokan feledkeznek majd bele, hiszen a történet fogva tart, nem ereszt. A szerző Tompa Andrea 5. regényéről van szó, az író korábbi művei is nagyon népszerűek a Vörösmarty könyvtárban, ám most már elérhető nálunk a legújabb műve is, a Sokszor nem halunk meg című nagyregény. Tehát ami nem a terjedelme miatt nagy, bár ebben az értelemben is, hiszen több mint 600 oldalról van szó. Azért nagy regény, mert különösen fontos dolgokról, emberi sorskérdésekről esik benne szó. Erdély históriájának egy kevéssé ismert része tárul fel. Ráadásul a történet nyelvi megformáltsága is egészen különleges. Szerintem Tompa Andrea regénye a 2023-as esztendő egyik legkiemelkedőbb műve. Tehát nem családregényről van szó, nem is történelmi regény, és bár a főhős identitás keresése nagy hangsúlyt kap benne, nem is fejlődésregény, és nem is holokauszt regény, miközben a történet a kolozsvári gettósítás idején játszódik. Hát akkor mi? Szóval az egyik megjelölésem illik rá, és mégis egyszerre mindegyik meghatározás érvényes. Azt mondhatjuk, hogy ezek meccéspontjában áll ez a mű. A történet kiinduló pontja, hogy egy csecsemőt, Matildot, kezdetben csak ideiglenesen két kolozsvári munkásember nevel, Erzsi és a férje Feri. Egy zsidó pár bízza rájuk a gyereket 1944-ben, a kolozsvári gettósítás kezdetén, azzal, hogy vigyázzanak rá, amíg érte nem jönnek. Matild anya orvos, az apját a történet szerint már korábban elvitték munkaszolgálatra. Az orvosnő gyerekére Erzsi korábban dajkaként vigyázott, hogy az orvos közben rendelni tudjon. Ezért is bízza a doktornő Erzsire a gyereket, amikor a téglagyárban összegyűjtik a zsidókat. Tehát ez adja már a kezdet, től fogva a történet feszültségét, félni kell mindenkitől, a gyereket gondosan eltitkolni, megakadályozni, hogy hangosan sírjon. Tehát legfeljebb éjjel lehet kivinni a levegőre, hiszen bárki feljelentheti őket, olyan időket élnek, hiszen egy zsidó gyereket bújtatnak. A regény 4 fejezetből áll, ebből ez az első, ez a Megérkezés című, ahol a színhely Kolozsvár a II. Világháború végén, és közvetlenül utána, amikor egy rövid ideig tartó magyar fennhatóság után ismét román kézbe kerül a város, és ez politikai szempontból, de közigazgatási szempontból is rengeteg átalakulást hoz. A második és a harmadik fejezet, ezeknek a címe Menekülés, illetve Felkészülés, ez pedig az 50-es évektől a 80-as évekig tartó időszakot öleli fel, tehát lényegében a diktatúra korszakát. És ez a két fejezet váltakozva vonultatja fel a főszereplő Nagy Matild életének hol a hétköznapi eseményeit, hol pedig a jelentős fordulópontokat. A negyedik fejezet a Katasztrófa címet viseli, az pedig néhány évvel a romániai forradalom után mutatja be azokat a változásokat, amik Tilda életében történtek.
Tehát Tompa Andrea egy interjúban azt mondta, hogy, hogy tulajdonképpen őt a hiány kezdte érdekelni a regény megírásánál. Tehát volt Erdélyben egy virágzó korszak, egy nagyarányú zsidó polgársággal a század elején, és még a 30-as, 40-es években is, és aztán egyszer csak nincsenek. És van e körül valami homály, valami elszámolatlanság, tisztázatlanság. De a hiány, az sokféleképpen megjelenik ebben a történetben. Például az első fejezetből ugye kiderül, hogy ez a pár Erzsi és Feri. Nagyszerű házasság, nagyszerű párkapcsolatban élnek, de leginkább a saját gyerek hiányzik ebből a kapcsolatból. És ugyanakkor, bár nagyon vágynak a gyerekre, tehát inkább belesodródnak az élet által fölkínált helyzetbe, a kis Matild örökbefogadásába. Szóval Erzsi először nem is nagyon próbálja megszeretni a kislányt, mert azt hiszi, hogy a szülei bármikor visszajöhetnek érte, tehát fél megszeretni. De ez azért a kötődés nagyon gyorsan kialakul, és hát elvégre ő is egy meddő nő, és hiába vágyakozik a gyerekre. Tehát van benne ezek után valami tétova zavar, vagy szégyenkezés, hogy a régóta vágyott gyereket úgy kapja meg, hogy a gyerek szülei oda vesznek, és nem jönnek vissza. Tehát minden esetre az első részben igyekeznek megtudni, hogy mi is történt a kolozsvári zsidósággal, tehát ez is ugye tulajdonképpen ezt teszi egy kicsit holokauszt történetté, de ez nem uralkodik el az egész könyvön. Tehát a történetnek egy fontos része, hogy a háború után kiderülnek rémségek, a bábák által elkövetett, széles körben kevéssé ismert borzalmak, a zsidó asszonyok megalázó motozásánál, ami tehát nem csak megaláztatást jelent, hanem súlyos fertőzéseket is okoz. Aztán kiderül, hogy hol volt a gettóban a pénzverde, mert így nevezték azt a helyet, ahol a zsidó férfiakat azért verték, hogy árulják el, hogy hol rejtegetik az értékeiket. De a háborús bűnök tárgyalására is elmennek, és ott is megfogalmazódik, hogy nem csak új törvényeket kell alkotni, hanem új szavakat is, mert olyasmire kell találni szavakat, amik eddig nem történtek meg az emberi történelemben. De ugye ez ettől függetlenül nem holokausz regény, mert Tompa Andrea egy nagyon-nagyon hosszú évtizedeket felölelő regényt ír, és az is érdekelte, hogy mennyire erős hatása van annak, hogy ki mibe születik bele. Hogy milyen történelmi időszakban, és mi történik a szüleivel. Tehát, mert az szerint, hogy milyen közegben születünk, van egy magunkkal hozott tőkénk, vagy jelentkezik egy tőkehiány, tehát aminek a súlyát érezzük. Tehát közben persze van az életnek egy másik vetülete is, ami alakítható. Tehát az ember általában komoly erőfeszítéseket tesz, hogy megtudja, hogy ő maga kicsoda, és mit keres ezen a világon, mi a dolga. És hát például gondoljunk a saját kamaszkorunkra is, hogy az óhatatlanul keresi, kutatja az ember a korlátait, ez az első igazi identitás kereső korszak. És ez akkor is, hogyha egy jó családba születik, hogyha szerencsésebb az indulása. Tehát ez egy identitásregény is, tehát semmi vagyok, mondja magáról Matild, mert neki óriási hátrányt jelent, hogy úgy nő fel, hogy nem ismeri meg a valóságos családját, a gyökereit, tehát itt is van egy hiány. És nem véletlenül, hogy minden fejezetben más és más neve van Matildnak. Gyerekként Erzsi és Feri Matyinak szólítja, és aztán később a hatodikos évzáró után elkezdi magát nagylányként, már Tildaként azonosítani, és aztán színésznőként Nagy Matild lesz. És hát a Matildot felnevelő Erzsi ugye az irodalomba menekül,
főleg a romantikus regényeket szereti, mert pontosan érzi, hogy az ő élete azért teljesen más, mint a kedvenc hőseié, de Tilda számára viszont a színészet válik a meghatározó önkifejezési formává. Anna Frank történetének színpadi változata indítja el kiskamaszként a színház és a mélyebb önismeret felé, tehát ugyanakkor, tehát miközben megrendíti Anna Frank sorsa, amikor Erzsék közlik vele, hogy a vérszerinti szülei zsidók voltak, az első reakciója a teljes tagadás, és a legmélyebb identitásválság következik ezután. Azt mondja, hogy senki vagyok, szólítsatok senkinek. És hát ebben az önazonosság keresésben a színpad sokat segít neki, tehát gyerekkorától kezdve szóval mindenféle rendezvényeken, majd egyenes út vezet a Színművészeti Egyetemre, és hát idős korában pedig a vele életút interjút készítő újságírónak azt mondja, hogy hát lényegében a színház mentette meg az életemet. Tehát amikor a színpadon áll, Matild pontosan tudja, hogy kicsoda. Ki az, akit alakít. És ezért a színház úgy jelenik meg a regényben, mint egy menedék. De az igazságkeresés színhelye is, maga az élet. Tehát a Nagy Matild életének egyéb mozzanatait, a nagy szerelmet, vagy a gyerekvállalást, persze most nem mesélem el, mert ezt az a jó, ha az olvasó fedezi fel. De azt mondhatom, hogy olvasás közben először úgy tűnik, minthogyha ez olyan élményt adna, mint a nagy orosz regények, amelyeknek a történetében teljesen elmerülünk, belefeledkezünk, és persze van is ebben valami, tehát ez az érzet, de mégse hasonlítható a nagy 19. századi regényekhez, mert ez egy nagyon modern formában megírt regény, de például minden fejezetnek más a nyelve, ettől válik olyan nagyon hitelessé. Az első részben Erzsi és Feri szóhasználatában bontakozik ki minden. Úgy, ahogyan ők megélik a hétköznapokat, és ahogyan ők az egyszerű emberként rálátnak a politikai vagy történelmi változásokra, és az Erzsi csíki székely szóhasználata keveredik azzal a szóhasználattal, ami Ferire a szakszervezeti mozgalomban ragadt. És a szereplők hétköznapjai, egy színházlátogatás, egy fagyizás, vagy a műtermi fotózkodás, az ugyanolyan hangsúlyos a szövegben, mint a háború, vagy a kommunista berendezkedés. Tehát a politika is ahogyan beszüremkedik, tehát a jelent élik, tehát úgy jelenik meg ez a fejezet. A jelent élik, és az ő szóhasználatukkal, az ő gondolkodásukkal. És ez teszi olyan élővé a figurákat. És aztán a későbbi fejezetek nyelve is változik, amikor Matild a színművészeti, majd a színházi életben boldogul, akkor a kapcsolatai, a szerelmei révén a román nyelv és a magyar nyelv együtt jelenik meg a könyvben. Tehát nyilván ez abból is fakad, hogy a művészet, a színház nyelve mégiscsak közös. Tehát a diktatúra ráadásul mindenkire hasonlóképpen hat. És aztán persze a romániai forradalom után is egészen más és maibb nyelven és szóhasználattal beszélnek a szereplők. Tehát Tompa Andrea egyébként a színház kiváló ismerője, színi kritikus is egyben, és ezért nagyon izgalmas, hogy egyúttal érdekes módon színház történetet is ír, mert az erdélyi színjátszás valóságos alakjait is megidézi a regényben, miközben hát fiktív hősök történetét írja. De a színház a kitüntetett pozíciója miatt nagyon fontosak Tilda életében a szerepei. Hiszen ugye az minden a színház körül forog az ő életében.
Tehát nagyon fontosak a regényben leírt előadások. Tildának nincs más eszköze, mint hogy a szerepein keresztül ismeri meg a saját történetét is. És szinte így véletlenül, öntudatlanul. Amikor a Romeo és Júliában a Dadát alakítja, akkor megjelenik a saját története, hiszen az ő nevelője is tulajdonképpen a dajkája volt, és ez így Erzsivel is rendezi a kapcsolatát. Az Antigone próbáinál pedig a maga gyász folyamatával szembesül, a saját sosem ismert, sosem látott bátyja elgyászolására is módot ad ez a szerep, és hát így tovább. Színre visz egy holokauszt memoárt, ez az Utolsó vonat című monodráma, és itt is az válik fontossá, hogy hogyan lehet a szenvedést ábrázolni, hogy a holokauszt történetből vajon a nézőnek már lehet, hogy elege van, de mégis kiderül, hogy újra és újra muszáj elmondani ezt a történetet. És hát aztán végül ő lesz Szofoklész darabjában Oedipus, tehát egy 50-valahány éves asszonyként eljátsza a tébai királyt. Oedipusnak ugye a darab szerint szembe kell nézni a saját múltjával ahhoz, hogy megmentse a világot, és ahogyan Tilda elkezdi próbálni Oedipus szerepét, egy hatalmas testi és lelki átalakuláson megy keresztül, és egy pillanatra benne is egy csomó minden a saját sorsával kapcsolatban is a helyére kerül. Tehát ugye magunkat, a közösségünket és a múltunkat megismerni azért kell, hogy teljesen tisztán lássunk. És hát Tompa Andrea nagy regényében, tehát végül is az derül ki, hogy tehát ehhez a művészet legfeljebb irányt mutathat, de ezt a megismeréshez vezető utat maguknak kell bejárni. Tehát úgy, ahogyan Nagy Matild színésznő teszi. Kellemes olvasmány lesz ez a könyv, és azt hiszem sokak számára. Gömkötő Ginának köszönjük szépen a mai könyvajánlót.